Hajdú Péter beszélgetni hívta Varga Juditot. És nem szeretnék semmilyen véleményt formálni erről a videóról. Csak és kizárólag a szó legszorosabb értelmében kértéseim vannak Hajdú Péterhez. Mikor egyeztetett időpontot a beszélgetéshez Hajdú Péter Varga Judittal? Még Varga Judit részletes és első Facebook posztja előtt? Vagy ennyire gyorsan sikerült mindent megszervezni, időpontot, kollégákat mozgósítani, vágni, publikálni? De hogy? Köszöntök mindenkit, szervusztok! Ez a Frisbee TV YouTube csatornán a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor különkiadása. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Miért vezeti fel Hajdú Péter úgy a műsorát, hogy hallgattassék meg a másik fél is, amikor ebben a témában konkrétan csak ez a fél hallgattatott meg idáig, itt. De ahogy mondani szokták, hallgattassék meg a másik fél is. Magyar Péter sztoriát már ismerjük, ma este következzen Varga Judit története. Miért és hogyan bizonyítja a magánéleti bulvárban való lubickolás azt, hogy mindez nem a propaganda része? Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és szeretném leütni az alaphangot. Nagyon nehéz helyzetben vagyok most, mert nem szeretném, hogy ez az interjú a rogáni propaganda részeként legyen megemlítve a sajtóban. Miért szeretné Hajdú Péter, hogy az interjú aranya meggyőzze őt? Nem az lenne a dolga, hogy egyszerűen csak kérdezzen. Miért nem kíváncsi arra, amit saját magától mond? És az, hogy itt vagy, azt köszönöm szépen, és én szeretném, hogyha meg tudnál engem arról győzni, de főleg a nézőket, hogy te egy bántalmazó kapcsolatban éltél. Én ez az interjúhoz úgy álltam hozzá, és én ezt el is mondtam neki az elején, hogy vonatkoztassunk el mindenféle pártreferenciától. Én azt szeretném, hogyha engem meg tudna győzni arról, hogy ő valóban egy bántalmazott nő, és valóban egy bántalmazó kapcsolatban élt. Mert hogyha engem meggyőz, akkor nyilván a nézőket is. Hogyan kerül a politika abba a mély interjúba, ami kifejezetten politikamentesnek készült? A műsorvezető azzal magyarázza, hogy miért nem kérdezett rá például a kegyelmi ügyre, vagy arra, Varga szerint tényleg belenyúlhattak-e Rogán Antalék a Völner Sádl ügyvád iratába, hogy a Frisbee egy bulvár platform. Olyan, mint a Story magazin. Engem itt a magánéleti szál érdekel, nem a közélet, tehát a platform adta keretek nem tették ezt lehetővé. Hogy egy provokatív hangfelvétel készüljön egy kettő közötti magánbeszélgetésről, és az milyen indítatásból készült akkor, amikor még Magyar Péternek nem voltak politikai ambíciói. Tehát, hogy szerintem ez a legfontosabb kérdés, és ez érdekelt engem az, hogy ennek a hangfelvételnek van-e bármiféle politikai vagy jogi konzekvenciája, az engem nem érdekelt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez olyan, mint a Story magazinnak a streaming változata. Tehát én nem jogászkodom és nem politizálok ebben a műsorban. Ez csak így fog működni, mert jelen pillanatban az a helyzet, hogy a volt férjed, akinek politikai ambíciói vannak, mindent elkölt annak érdekében, hogy a híveit maga mellé állítsa. Ha Hajdú Péter annyira top, profi és kiváló műsorvezető, mint amit sugall maga az a tény, hogy Varga Judit, a volt igazságügyi miniszter, elfogadta a meghívását, akkor Hajdú Péter hogyhogy nem kérdez rá arra, hogy a volt igazságügyi miniszter saját bevallása szerint pozíciókhoz juttatta az állítólag mindenki által jól ismerten narcisztikus és veszélyes férjét. A Péter meg mindig vagy a szüleinek, vagy a barátainak a jóvoltából jutott állásokhoz, és mindig kikövetelte magának, hogy ez neki jár. Miért nyilvánít véleményt Hajdú Péter az állítólag elfogulatlan riporter és kérdező szerepében? Ti mindig úgy beszélgettetek, hogy gyakorlatilag te a mondat második részét mondtad csak? Tehát az egész nekem annyira nem volt életszerű. De nem ezzel van a legnagyobb problémám. Azzal van a legnagyobb problémám, hogy milyen kapcsolat volt a tietek, hogyha a volt férjed egy olyan szenzitív témáról beszél, ahol szóba kerülnek a főnökeid, szóba kerül a te munkád, és ezt rögzíti.
ha Szepesi Niki esetében Hajdú Péter klasszikus tévés húzásnak tartotta azt, hogy előrángatta váratlanul kicsibácsit a beszélgetés közben. Akkor ebben a beszélgetésben miért is hogy nem volt szerepe ennek a klasszikus tévés húzásnak? Hajdú Péter akkor Szepesi Niki tudta nélkül hívta meg műsorába az őt állítólag molesztáló kicsibácsit, és ezt nyilatkozta utólag róla. Az ilyen jellegű szembesítés klasszikus talkshow elem. Nem csak idehaza, hanem külföldön is gyakran használják. Annak idején itthon a délutáni talkshowban is gyakran láthattak a nézők hasonlókat mindkét nagy kereskedelmi csatornán, fejtette ki. Külföldi példaként az amerikai Jerry Springert hozta fel, aki azzal szerzett nézettséget és hírnevet, hogy az ő showjában várt rutinná a meghívott vendégek összeverekedése, hajtépése és anyázása. Az RTL megkereste telefonon a műsorvezetőt, hogy megkérdezze a két interjú helyzet közti különbségről, de kérdésükre csak annyit mondott, nagy péntek van, éld meg a húsvétot szépen, hello, majd kinyomta a hívást. Hogyha Hajdú Péter kizárólag a magánéleti területre volt kíváncsi, akkor miért nem kérdezte meg a kamerák elé álló bántalmazott nőtől azt, hogyan viseli három gyermeke az eddig is egyre erősödő és most különösen fölhangosodó médiazajt. És apaként, illetve hát a jelek szerint kiváló empataként, miért érezte helyesnek, hogy egy édesanyával kiteregesse a család összes apró szennyesét? Férfiként és férként időnként nehezen élte meg mindazt, amit Varga Judit elmondott. Egyebek mellett erről beszélt az Origónak Hajdú Péter, a Frisbee TV műsorvezetője, a Varga Judittal készült interjú apropóján. A tévés szerint az interjú során rendkívül nehéz helyzetben volt, különösen a beszélgetés második része érintette meg, amikor a volt miniszter könnyek között beszélt a legszemélyesebb családi dolgairól. Egyáltalán miért és hogyan fogalmazódott meg Hajdú Péterben az interjú helyességének a gondolata? Anyagi megfontolásból? A politikai nézetei miatt? Esetleg a karrier álma vagy az erkölcsi iránytűje diktálta így? Azt szokták mondani, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Mi most meghallgattuk a másik felet, és köszönöm szépen az őszintességedet. Én küldtem egy SMS-t Varga Juditnak. Honnan tudtad a számát? A Gyurcsány Ferenc számát is tudom, és Gyurcsány Ferenc is adott már nekem interjút. Túl vagyok 5 Orbán interjún, Medgyesi interjún, és még sorolhatnám. Sőt, Robert De Niro is adott már nekem interjút Paris Hiltonnal együtt. Mit tervez Hajdú Péter következő lépésnek? Lehet még ennél magasabbra törni? Ha igen, akkor kit tervez meghívni következő műsorába?